A karácsonyi töltyfaák szokása egyre népszerűbb az ortodox karácson böjtjén. Ezen a napon Peter Szávigy hagyományosan egy kisebb töltyfágat, azaz badnyakot vág ki, amely a hit szerint óvja majd a családot. Tíz éves ez a szokás a családunkban, mivel két fiam van, egy tíz meg egy kilenc éves. Ők ápolják ezt a hagyományt, és remélem tovább is viszik majd. A legfiatalabbak számára is különleges hagyománya van a szentestének. Az ajándékozást várják a leginkább. Én a szalmában keresem az apró ajándékokat, édességeket. A városokban ilyenkor általában vásárolják a tölt de faluhelyen egyre többen őrzik a régi hagyományokat. Előző nap kiválasztok egy fiatal töltfágat, és ezt viszem a családi házhoz. Majd este a család legidősebb tagja, vagyis édesapám beviszi a házba. Az ortodox hívők szentestén az ágakból tüzet raknak, amely a Jézus Krisztus születésekor meggyújtott melegítő tüzet jelképezi. Karácsony napján, kora délelőtt a hagyomány szerint különleges vendég érkezik a házba, aki a hiedelem szerint egész évben szerencsét hoz annak lakóira.